délután 2 óra van, és azért küzdelmes az utunk. Anna még nem aludt egy szemhunyás se reggel 6 óra. A baba nincs benne a telefonban, te vagy benne a telefonban. És most már azért egy kicsit kezd nyűgös lenni, meg fáradt, de viszonylag jól el van. A vízért nagyon balhézott, mert elfogyott a vízünk, és amíg jöttek a kocsival, addig nem volt innivalója az egész családnak. Mondjuk jó beszálláskor fogyott el, tehát hogy így ittunk. Csak amikor elfogyott, akkor az hatalmas nagy problémává kerekedett. És most azóta a kulacsot rágcsálja, amióta megtöltöttük neki. Néztünk már Amiráról videókat, flashcardoztunk, báboztunk, a biztonsági övvel játszottunk egy jó pár percet, szóval igyekszünk feltalálni magunkat, de nem könnyű egy 2 évessel repülni. Igazából baromi nagy mákunk van, mert 3-as részt itt megkaptunk. Úgyhogy nem ül itt mellettünk senki, úgyhogy Annának átadtam a helyemet, és kiültem a szélére. Most azóta elég jól el van, ezzel a lakattal játszik, gyakorlatilag 20 perce. Apa megtanít, arra rájött, hogy hogy kell becsatolni, apa pedig kezdi megtanítani arra, hogy hogy kell kicsatolni. Na, hazaértünk szerencsésen. Ancsit már átöltöztettem, meg átcseréltem a pelusát, amire most ébred, és most lesz a nagy találkozás a tesókkal. Hát itt van a baba. Ancsi! A baba! Nézd csak, itt a baba! Itt a baba! Na, engem is van, sok a tesóm. Itt a kis tesó. Baba! Itt a baba! Szépen. Úgy. Ne, hagyjad. Csak a fejét azért érted? Óvatosan a babával. Szia. Ő a tesód. Ő a tesód, igen. Na? Nagyon öröngyosak vagytok. Vigyázz a szemecskéjére. Jaj, hát szia, baba. Jaj, de cukik vagytok. Igen, ő a tesód. Ő a testvéred, a baba, akit annyit láttál már, meg mindig kérted, hogy hívjuk fel. Várnak kell, mert fölhívni, hogy itt van. Igen. Ő meg Anna. Amira, Anna, Anna, Amira. Igen. Jaj, de cukik vagytok. Igen. Kicsikém. Halló! Anna! Anna! Gyere csak! Jaj, de babas! Baba! Ja, szemét, a szemét nem szabad. A szemét nem szabad. Szia, csak így, csin. Csak én van, ó, nagyon félek. Édesem. Jó, hát majd megtanulja, hogy nem... Adj neki játékot. Jaj, de cukik! Nagyon cukik vagytok! Igen, fogadd el a játékot, Anna! Te rögjél! Édesem! Nagyon cukik vagytok! Szia, gyönyörűm! Mennyire nagyon hiányoztál! Édes angyalom!
Hoztunk neked egy tesót névnapodra. Igen, azokkal lehet játszani. Az ott a perepocs. Igen, mind a tiéd. Az összes játék, ami szét van az egész szobában, minden a tiéd. Itt van mindenki. Valek is. Igen, a tiéd, meg a babáé. Lobi. Regi sem úszta meg. És a csalszik. Jajjaj. A cukikáim. Jaj, cukikám. Jaj, hát nem tudja. Azt anya csinálta. Igen. Azzal óvatosan, mert ez nehéz. Jaj, köszönöm. Jaj, cuki. Édesem, de édes vagy. Na, lelövöm a kamerát, mert egy kicsit fel akarom venni a mirát. Pancsik hordja az ajándékokat. Köszönöm. Hello, baba. Már itt bent vagyunk a Csajsziknek a szobájába, és játszunk. Kiborítottuk ezeket a labdákat, aztán Annussal elkezdtük belepakolni oda, amire meg csak így krúzol jobbra-balra. Nagyon tetszik neki a szobája, úgy látom. Ez lesz a szobád! The World of Anna! Igen, ott van. World of Anna. Na, most kiborítod megint? Baba! Baba! Szépen a babával, szépen. Ó, hogy ügyes vagy. Cukikáim. Egyik cukibb, mint a másik. Jó! Anna, szépen, jó? Ügyesen a babával. Titus. Titus, titus, titus! Igen, hát ez ilyen cukám, hogyha van egy nővéred, néha rád esnek a könyvek. Bakony. Olvassunk egy mesét, Ancsi? Szerintem azt szeretném, hogy én olvassak neki. Hát akkor olvassál neki. Nem? Ja. Sajnálom, de én ezt nem vállalom be. Várja, van magyar is. Jó. Ez magyar. És hogyha magyart olvasok neked? Arany Lacina. Jaj, Petőfi. Hát szívem, nincs ilyen nagy választékunk magyar könyvekből, sajnos. Nem, itt kell kinyitni, ez így. Mit csinálsz, magyar? Mit csinálsz? Szia! Szia, gyönyörű! Jel, ha mondom, rontom, mondom. Ő ide itt az ölemben. Igen, moccany. Le vagyok. Na, nem úgy látom, csak érdekli azért egy kicsit. Mindenki el van itt magában. Úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat, nagyon örülünk, hogy végre hazaértünk. Hosszú útunk volt és fáradtságos. Ancsi kétszer aludt körülbelül 20 percet. Már a végén nagyon nyűgös volt, de egyébként írtó büszke vagyok rá, mert nagyon jól viselte ennek a hosszú útnak a megpróbált. Japán betűket nem tudok olvasni, sajnálom, azt még nem tanultam meg. Majd megtanulom. Jaj, ez szörnyű az őzé, viszont ezt most kikapcsolom, hogyha nem haragszok. Szia! Szia, Kinti! Jaj, de nagyon hiányoztál mamának. Jaj. Igen, mami, tudom. Kicsi mandarin. Anna, te. Kicsi mandarin. Kik a szeme. És csodálás a mosolya. Igen, valahogy. Jól tudom a verset. Szia. Szia, kicsi. Na, mi történik? Az történt, hogy olvastam neki, beült az elebe, és így kitenni kifordult, én meg így hátra estem. Szóval el vagyunk.